Grenade out. Deixa eu ajudar. Oh, Danês. Oh, Danês. Oh, yeah. Thatcher. Monster kill, 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 kill. Nope. Szevasztok, skatok! Történt egy kis változás, a Bence tegnap összerakta itt a gyárat. Így néz ki most. Fölkerült a hegyre ide mögénk a minden egyéb általános. Mondjuk a craft benchet azt lenni is hagyhatod, mert az... Hát azt szerintem majd lehet, ott van lent egy. Minden optimalizálva van, minden el van pakolva, megpakolva. Most még azon beszélgettünk, hogy a Space Elevatornek megvannak a cuccai, azok itt lesznek. És majd alul meg a Foundation alatt át lehet menni. A... itt a kijáraton. Ma el kéne érni a szenet. Valahogy. Ja, igazából annyit csináltam amúgy, hogyha itt jössz mellettem. Ugye itt van most az a csavar meg az ilyenek. Ezt itt hagytam, csak összébb rendeztem. Várjál, mert nekem rohadt hangos a játék valamiért. Na, igen. Tehát, hogy itt összerendeztem, hogy itt van a csavar, meg ide csak rendezettebben. Ide rendbe raktam itt a rezes rézzel kapcsolatos dolgokat. Ja, és itt még van egy bánya egyelőre. Az egy vasbánya, de ne, direkt nem kötöttem be, mert nem tudjuk, hogy mihez kell. Itt működik a... Reinforced Iron Plate. A
Team Force-t, és azt néztem, hogy ide, mert ugye a Space Elevatorhez kelleni fog ez a Smart Lighting, vagy Smart valami, hogy ide simán erre a részre be lehet majd rendezni a rotort, és akkor ugye meg tudjuk azzal csinálni. Az össze lesz kötve addig, amíg megvan az 50 darab. Ja. Meg a üzlet is most így nem teljesen 100%-on működik, beton, de három konstruktorral így sokkal többet gyárt, mint kettővel. Úgyhogy most az itt be van húzva, és akkor itt van, de van millió betonunk már. Úgyhogy... Jó, hát akkor szerintem csináljuk meg a Space Elevatornek a helyet, azt rakjuk le, ja, mert a következő fejlesztést is jelöljük ki. Ja, nincs több mi. Most így hír, de azért az ugrópad, azt meg lehet csinálni. Hát, ja, mert kell hozzá a következő, ez a Space Elevator már. Igen, utána meg már úgyis a Space Elevator kell. Csak az 50 rotor kell. 50, ahhoz kell majd azért. Mi kell az 50? Itt van nálam 50 rotor. Dobd bele. Mindjárt beledobom a... Az szeretik, fejleszteni nem tudok, vagy kutatni? Azokat is, amik voltak, azokat megcsináltam. Amiket meg tudtunk csinálni. Az ilyen 3 másodperceseket. Hát, így nem fog kiférni a Space Elevator. Szerintem. Ez mi? Mert így gondoltad, nem? Hoppa. Várjál. Igen, de hát azt még lehet arrébb csinálni. Ja, hogy el fogja érni a falat? Elérte a falat, igen. Bele fog lógni a falba. Nagyon? Hát nem tudom mekkora most így hirtelen. Ott van, le tudom gyártani, tehát... Akkor gyártsd le, azt nézd meg. Ledobok magamból akkor mindent. Csak hogy csak annyi nyersanyag legyen nálam. Ez annyi. Így. Szerintem az fog lógni bele. Jócskám. Akkor építsd meg hátrafele. Hát igen, erre ki kell építeni. Úgy tudom megcsinálni, hogy... Elkezdhetjük a kvarcot is hozni amúgy. De a kvarcot minek még nem tudjuk használni, nem? Ahhoz kell összem az 5-ös 6-os. Tényleg. Száz biomassa, és mennyi micella kell ahhoz? Még így se jó. Akkor pedig csak erre fogjuk menni. Nincsen bioizénk. Mink. Aha. Biomassa nincs, mert ezt legyártotta az összes a tizének. Biofuelnek. Itt is ugyanaz érvényes, ha úgy van. Egyel több. Van.
De hátrafele még. Lookout Tower kell. Ezeket kell. Nem tudom lerakni, nem látom. Nagyon-nagyon-nagyon nem. Mennyi még? Ott van még egy, kettő. Jó. Kó. Még van még egy kopper a kopper fölött, pure. Ja, azt tudom, még mögötte van egy, igen. És az majd, ha kell, akkor... Most lehet, hogy nekünk így megéri egyébként alternatív erőforrásba majd a koppert használni, mert az ugye az alapba többet termel. Valamiért nincs nálam elég bet. Mindjárt. Betve barlang. Hogy 16? Ennyit nem is raktam le. Van nálam annyi? Nem tudom, hogy ezt hogy rakja le amúgy. Elvileg leraktam. Magyek. Ó, basszus, de ez így nem jó. Ez így nem jó. Nem jó felől raktad le. Nem, jó felől raktam le, csak befélek konkrétan a panel alá. Mert a földre panolta, és nem a talapzatra. Úgyhogy ide kell egy emelést csinálnom. Ezt most gyorsan fölvesztük. Akkor majd... Mi van? Nem mi? Tudom fölvenni. Ja jó, de miért fölvenni. Mennyi alap van nál, vagy mennyi beton van nál?
Na, itt van. Pillanat, csak elindítom a biomasszát. Ja, hogy ilyen sok van, akkor meg fel kell tölteni a biomasszagyárakat. Fel lehet tölteni most azért a biofuellen. Na, most jól rakta le, ahogy nézem. Aha, jól rakta le, jó. Gyűnöd! Hoppa! Egészségedre. Ó, teljesen jól néz ki itt így. Csak hol van? Ja, és innen is van a bejárat, az innen van. Ja, igen. Reinforce meg rotor. Hát akkor neki is állhat szerintem a rotornak a izért, nem? Rotornak. Én azt nem tudom egyébként, hogy ez a három bemenet később majd kell, vagy... Vagy ahogy nem tudod automatizálni, hogy a föltölt. Értem. Ugye van mindkét oldaláról ennek három bemenete. New part. Milyen új partokat kaptam. Gomba kéne. Gecire gomba kéne. Láncfűrésszel tudsz azt hiszem szedni. Gomba. Rendes gomba. Ja, az a piros. Illetve nekem lehet, hogy el kéne mennem és szerezni két eriumot, mert a két erium utána nagyon-nagyon... Ja, mondjuk abban is kifejlesztettem a két erium ort, vagy ingotot. Igen, és az ingotot meg kéne, át kéne valahogy, várjál, kifejlesztetted? Akkor mennyi két eriumunk van? Az ingotot kifejlesztetted, vagy a, ja, az ingotot is. Megpróbálom ezt átalakítani és megnézni, hogy mennyire elég. Megy el a hangom, mert ez mi. Ma kaptam megint elektromos autót, Bence. Igen. 16 kilométerre. Tablet. Nagy dolog. Hát, hogy zsír új, a csavarok is újak. Minden új. Bejáratós. 16 kilométer volt az autóba. És egy tablet van benne középen, van benne rádió végre. Mm. Minden ilyen GPS, minden van benne. Na jó van. Kellene két erium. Nagyon kellene, nálad, meg kevés van. Van nálad... Mi? Bazd meg, elhoztam egy csomó wire-t. Úgy jó vagy ilyen bizbasz. Nincs, itt van a ládában. Annyi van. Annyi van. Ja, jó, az elég is. El kéne kezdeni, meg akkor meg kéne el kéne kezdeni a gyárat úgy építeni, hogy falazni. Csak ahhoz kell a conveyor fal, tudod, kell az a lyuk. Akkor viszont el kéne kezdeni valami nehezebb dolgot darálni. Illetve hát, jó, csak most én ezt most ide belerakom, hadd darálja. Az első, az annak kell meglennie. Meg a jumpedet elengedem akkor. Jó, azt összeszedem mindjárt a cuccot hozzá. Ja, azt engedd el közben, persze. És nem akkor... Fel is nyitottam, ugye a 3-as 4-est ez. Nézd meg, ott vagy fönt. Szerintem ezt lehet, hogy el kell küldni. Ja, és itt még mindig van egy bányahely. Bazd meg. Mi? Itt még mindig van egy vas bányahely. Igen, ott még van. Három. Uha. Van ám reinforced iron plating. Van, az nem baj, hogy van, mert az most úgyis el fog menni onnan. El, meg hát az MK-hoz... Akkor megcsináld a rotornak a gyártását? Megcsinálom a rotort, meg a, hát meg most egyedülre úgy csinálom meg a rotort, hogy egyből használjuk erre a smart platingre. Tehát jó, tehát nem lesz belőle cucc. Jó, jó, jó. Kelleni. Értem. Aztán utána a smart platinget, amikor megvan, az abban 550 kell összesen, azt hiszem. És amikor az megvan, mert a következő szinthez is kell 500. Aha. Amikor az megvan, akkor azt ki is veszem onnan, és akkor lesz a rotornak külön. A smart plating utána nem fog kelleni, nem? Ha jól emlékszem. Legyártam annyit, amennyi most kell, és akkor... akkor nekem össze kell szednem gyorsan cuccokat. Kell nekem rod.
biztos, na, hogy kell. Most már van jump pad. Majd ide lentre lehet, hogy ide, ahol a izéket megcsináljuk, ide lehet, hogy rakok egyet. Csak nem biztos, hogy ekkorát tud ugrani. Ahhoz is rotor kell, bassza meg. Mihez? A jumpethez. Igen, van nálam amúgy kell. Hát nem tudom, ki kéne próbálni, kettő darab kell összesen, hol vagy? Gyere, itt vagyok a Rezesnál. Megyek. Ja, nem, bocsi, ott van a hubnál, a craft bench előtt. Van egy kis ládika, abban van benn minden cuccom, ami volt nálam. Ott van abban. Azt akkor szóljál, hogy mit kell építeni, mert én is tudok automatizálni, csak eddig nem csináltam. Azt kell megcsinálni, azt akarom megnézni, hogy hova fogom tudni úgy berakni, hogy használható legyen. De szerintem... Valami nem oké. Mi? Miért? A daráról nem darál. Mert ki van kapcsolva? De ha, ha visszakapcsolom, sem darál. Nincs bekötve, vagy mi? Az érdekes, most azt írja, hogy nincs bekapcsolva, és mégis megy. Jó. Az előbb is kattintottam, és az előbb is volt hang, és az előbb is bekapcsolt, és mégsem. Na darál. Most már darál, igen. Mit? Hol? Milyen hubba van? Itt. Megötted? Itt. Ah. Vettem fel, akkor még Rainforest Bay-kel is. Tehát ezt vidd el magaddal, ami nálad van. Jó, hát most... Rotor, ja, de kell rotorra veszem. Ott hagytam a felét. Egyébként szerintem innen a jump pad nem fog fölvinni odaig. Szerintem földob annyit. Elég sokat lőám ki. Na, meg itt volt. Ugrálni szeretnék! Most miért nem engeded? Köcsög vagy. Szerintem annak áron kell, nem? Tudom. Óóó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 
tetted, nem? Hogy ne... Nem. Te hülye fasz, nem? Aha. Rakok ebből még ide egy jelly pedet. És akkor ott le lehet ugrálni, gyorsan le lehet jönni. Ja, a gyárba be tudsz ugrálni, de már van. Ja. Hát ha gondolod, megcsináltad egyébként a rotornak az automatizálását, én most nem veszem el senkitől ezt a izét. Mi van? Miért nem szabadott az út? Bazon belelúg a izé? Ja, hogy ez ekkora, a kurva anyád. Nem egy assemblert. És mindegy, hogy rakom le. Rotor. Ú, bazd meg. Az így akkor nem is jó. Na, az lesz a gáz. 100 csavar kell neki perce. Boostolunk. Egy csavar gyár, egy általános csavar gyár, az 40. Volt egy adatlagom. 40-et. Akkor lehet, hogy abból 3-at fogunk csinálni. Mert az pont jól jön ki, igen. 3-mal. Hűha! Ezt elbasztam. Rosszat töröltem le. Fönt minek kellett az áram? Jó, most már látom. A darálónak. És akkor ebből meg 20 kell. És ha azt a felére leveszem, akkor 15 helyet 7,5 lehet. Mi? Na. Lássuk, srácok, jól gondoltam-e, hogy innen bele lehet ugrani. Ó, blutty. Na. Kész van. Jó. Jó, és így nem is sérülsz, ha fölugrasz a hub tetejére. Na, akkor.
Jó, ezzel kész vagyunk. Complete the space elevator phase 1, akkor nyitódni kell tier 3 amúgy. Remélem, hogy el tudom forgatni. Miért nem tudom itt elhúzni, ha úgy tudom forgatni? Ezt a rotort, ezt úgy találtad valaha? Nem. Kézbe gyártottam egy pára. Jó, föltöltöm a biomasszát, és akkor utána megyek, aztán segítek csak. 60-at is hozni. Ez itt miért áll? Hány darab izénk van biomasszánk? 7. Valami még generátor? Aha. Generátorból 7. Mármint mi mér áll? A föntiek? Nem. Kifogyott az egyik generátor. Az lesz a baj, hogyha ráindítunk még egy gyárat, kevés lesz a biomassa. Mármint, hogy a kevés lesz az áramunk. Hát lerakunk még egyet, ott 30 annyit kibír. Mekkora egy izé? 135-ön megy átlagba. Ez így szerintem egy 100 wattot simán el fog venni, nem? Hát nem tudom, mennyit fogyaszt egy izé, várjál, mindjárt megmondom. Ami még rámegy. Egy assembler 15-öt fogyaszt. Fogyaszt 4-et, ebből lesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Fogyaszt 4. No, ennyi. Bajor faszom van. 32, á nem, 50-et max. 50-et fog fölvinni max. Jó. Elvileg. Viszont most így lehet, hogy nekem útba lesz ez a, ez a smart platinges tároló. Azt nem tudod valahogy arrébb rakni? Milyen smart platinges tároló? A reinforced plate. Most hát lehet, hogy egyelőre csak így külön el kell rakni valahol, mert ugye a reinforced plate is eleme lesz a smart plate. Tessék. Tehát, hogy valahova el legyen rakva csak. Belerakom egy ládába, az cső. Persze, csak rak le egy tárolóba csak. Ó, bár meg itt áll a vas a szalagon. Igen. A biomassa mellett 10 évben van. Jó? Craft bench előtti kisládákban van. De lehet, hogy a 210 a kapacitásunk, lehet, hogy még energiát azt kéne. Hát rak le még két biomassa. Mit mondtál, mennyi lesz? 60? Hát, az éppen, hogy inkább lerakok. Hát olyan 6, max 60. Tehát ez a nagyon max. Igen, és ezt 5 felépre lehet, nem. Így. Ja, nem. Nem kell levennem. 100%-on kell, hogy menjen. Hú, bezzeg ezt, most ki kell találnom pedig. Ezt lehet, hogy most megrajzolom, mint ahogy a többit is megrajzoltam. Ez ugye van. Na most vagyunk 240-nél 1 pluszba lerakott tüzével. Szerintem az úgy lehet elég is. Bemegyünk 3 fele. Ugye ez megy úgy, hogy...
Három ilyen izé kell, nem? Hogy conveyor, és melyik falat akarod? Öt kell, bazd meg. Hát akkor most sárga lesz az épület. Na szóval, meg elvileg, így elvileg működőképes lett. Constructor. Kell én nem kell tenni. Az igen, képes voltam így is átugrani a Jelly Bean felett. Nem jó helyen vagy, oszlop. Ja, nem, mert az ezért miért sem fog elférni. Jó, ide pont be. De az oszlop akkor sincs jó helyen. Ezt a smart platinget nem lehet legyártani kézbe. Nem, azt nem tudod, az csak assemblerbe lehet. Tehát az így gond lesz, mert így nem fogom tudni kihatni. Vagy ez így nem jó. Na, már van három kuponunk. Ú, már van ezenk is. Fegyverünk. Szögbe lövünk. Kevető van, csak a lőszert kell kitanulni hozzá. 25 rotor és 200 rod. Na, megyek rodér. Nincs itt. Nincs. Fuck. Blutty. De így be tudok majd arra klik, ami még működik itt. De ide meg nem ez kell, hanem a mörd. Akkor egy demeszt kell rá. Szóval... Ez se, így se jó. Utána azt szét van. Szóval akkor mégis kell, hogy... Ami nem jó. Van eljövök. Az, hogy pont hülye jön ki ugye ez a rot. Ez az egy gyár el fogja azt tudni látni. Mi? Ez az egy bánya el fogja tudni látni.
Persze, hát a 120-as az a bánya, ám, mert ugye pure. És azt a 60-at fog megenni, 60 vasat. Az a része az megvan, oda csak le kell dobni egy splittert, és ki kell húzni, hogy ebbe a két smelterbe jó legyen elosztva. De jó. Nem azzal van a gond, nem azzal részével van a gond, hanem... hanem az utána lévővel, a rodból, a csavarba lévővel. Hát az nem lesz egyszerű a splittert rakni amúgy. Hova? Elég érdekesen fog kinézni. Hát most egyelőre igen, mert ugye nincsen meg a conveyor belt, de... vagy a, mi az az a fal, amire be tudod húzni, de... átmegy a villanyoszlopon? Elmegy mellette? Mekkora király? MK1-jel elég, nem? És ez is elmegy mellette? Úristen, mekkora király vagyok. Pont kikerültem a villanyoszlopot. Ami 60-as, az már jó, hogy elmegy mellette. Igen, akkor ezek csináljanak ingotot, ugye? Ja, no power. Baszd meg. Lesz elég áram, póznánk. Biztos, újra kell majd üzenni. Mennyi van ezen? Ugye le kéne rakni egyet. Úgy, úgy. Egyelőre úgy csináljuk meg, minél előbb meglegyen a... azért nem jó, hogyha 50%-ban megy ugye ez a rotorgyártás, akkor elég rotor meg lehet. Igen. Akkor igazából. Egyébként én a helyedben a bányából kifelé lévő dolgot azt leizélnám MK2-re, lecserélném. MK2-es. Ez? Ok, MK2, egy pötty van rajt. Látod? Az oldalán. Ja, izé, az lehet, hogy MK1-es. Azt lecserélheted a liftet. Szerintem... A belt, a túlszalag az MK2. Rámész F-fel, hogy ugye le akarod törölni, akkor kiírja. Ja, tényleg. A lifteket cseréld le a... igen, most látom, hogy azokkal van baj. Hát ugye csak át kell cserélni. De a többinél nem kell átcserélni, csak hogy fölfele gyorsabban vigye az anyagot, a többi így, ez a gyorsaság jó? Hát nem tud olyan, így, hát ez teljesen jó, ideális. Már most torlódik a cucc, tehát ez így teljesen full ideális. Hanem ide kell egy mördőr. Jó, ez bele van vezetve valamibe? Az meg, hogy nem tudok átugrani. Aha, szóval ez fog ide bejönni. De itt nincsen conveyor, itt nincsen belt. Direkt nincs, ugye? Hol? Itt, ahol állok. Nem tudom, hol vagy, várjál. Hol vagy? Igen, mi van vele? Itt nincsen belt. Mert még nincs szétosztva. Ez ebből az egyből, ott szét ebbe a háromba, ami itt van. Jó, egyesen. MK1-jel. Első, persze. Majd. Már el tud kanyarodni. Megy. És akkor ezeket be kéne állítani, nem? Ezek... várjál, hogy van? Úristen, most ezt már nem látom át, hogy mi van, de biztos úgy van. Mit nem látsz át? Most se látom, hova építesz. Ami a hátsó három, amit most kötöttél be, azok iron rodok. Ja, azt be is áll. Jó, akkor ezeket áramosítom is, jó? Ha azokat áramosít.
csinálunk államilag. Netces. Oké. Nem, ezt nem is jól csináltam itt. Mondd, hogy azért fogom tudni hova lerakni, baszik kulcs. Az assemblert. Mindegy, azt lehet, hogy ilyen hordozós lesz a smart plating. Hát gyártjuk csak a izét, az cső. Kettőt legyártjuk, és az assemblerbe le kell majd ordani a... Oké. Okay. Akkor ez a gyártósor is itt áll. Jó, és akkor ezek mit gyártanak? Az utána lévő három az meg csavart gyárt. Úgy, hogy az egyik az 50%-on megy. Az, ami a legközelebb, tehát a legelső. Aminél állok most. Úgy ez. Ez ja, hát akkor azt állítsd át 50-re. Csinál a szokottnás még, hogy... Megvan. Na. Elvileg itt egy egyenes, ugye? Igen. Jó. Akkor ide kell egy mergery. És akkor innen a másikat is kössem bele. Hát onnan azt igen. Innen ez. És akkor azt a csavart, vagy rodot, azt még most, ilyen rondán, azt kell ide. Akkor ez rotort gyárt. Elvileg most ez 100%-on fog üzenelni. Nem, még nem, mert még be kell kötni. Egy kicsit furán fog üzemelni, de majd ha megtelik a bekötőjük, akkor már jó lesz. Igen, azért mondom, hogy ez most kicsit így furán fog üzemelni, de... Most fog csavarni. Meg kell tenni, ennyi. Tehát főtöltött 100-ra, meg a csavarból mindjárt hozok egy 500-ast, akkor... Ami a legnagyobb probléma, hogy oké, de a rotort... Ja, hogy a rotor lesz kézi bele az assemblerbe, értem. Igen, a rotort meg a reinforced plate-et, az kézileg majd ledobunk valahova egy assemblert, és beledobáljuk, és akkor úgy fogja gyártani. Nem tudok mit csinálni, mert az a baj, hogy ez a rotor gyártás, amíg nincs alternatív iszéd a csavar az nagyon szar. Tehát nagyon nehéz, jól. 100 per perc, az kicsit sok. Igen. Tehát sok kell belőle, és ugye nagyon sok rodot, tehát a rod a bűzé, hogy ugye sok rodot fel kell használnom. Nézd, hogy ekkora gyártósorom felrakom, tehát így 6 constructor meg egy assembler miatt, hogy 100%-on menjen. Ez ide viszont nem kell. A lényeg az, hogy most, hogyha gyártja ott szépen a rotort, akkor az egy jó dolog. Nem kellene powershardolni? Nem tudom, mert most van 100 mértékre húzva, hát ha felhúzom, akkor még többet elhasznál. Ma a rotort meg azért amúgy is tudod kézbe gyártani, tehát az nem olyan nagy vasszizd, az meg hát a reinforced iron plate. Jó, ide viszont akkor dobjál le egy assemblert, még most. Ugye a hoophoz közel. Jó. Szerintem a hubhoz közelebb kéne, nem? Rakjuk. Oda rakom a biomassa generátorok mögé, aztán oda szépen tudjuk, úgyis oda vittük a reinforced iron plate-et. Ide ledobok egyet. Még áram is lesz. Be kell kötni, föl kell tölteni. Tessék. Hova raktad akkor a reinforced? Ott van mögötted. Itt az első ládába. Craftbench mellett az első ládába. Isten ládába is befért. Persze. Na, akkor ezt itt úgy... Most rotort... Egy párat le tud gyártani addig. Meg lehet, hogy akkor elkezdek kézbe rotort gyártani. Kézbe le kell ide a craftbench-hez.
krabbrancsba tudsz kézbe gyártani. Mert abból a kettőből van nyersanyag, ott lékunk radból, meg ezért csavarból. Volt persze. Na, pillanat, nem megyek vicc. Nem itt, itt. Na várjál, mennyire tart kell ennek? Azt kell megnézni, hogy ha van nálad power shard, hogy föl kell sár, azt kell föl. Nincs nálam, csak hogy láttam, hogy van egy csigánk, abból lehet csinálni power shardot. Százalékon tud működni. Ja. Hát csináld meg a power shardot, és akkor nyom föl. Az bőven pöröghet most, mert azt mondom, hogy csak ennyire lesz használva, utána majd 500-at le kell gyártani belőle, úgyhogy... Utána meg kell csinálni neki egy automatizált. Minek? 500-as sem eddig sem tart így. Hát így, hogy van kettő alap, ezért így nem annyira vészes. Mert a rotor mennyiség egy gyártsa le, aztán a csavar az megvan. Ja, vagy mi az vagy a pélt. Mondjuk most eltűnik majd, de... Hát az nem baj, mert most... De nincs, nem tűnik el. Mert maximum gyorsan oda dobunk egy izét mellé. Egy tárolót mindegyik mellé. Egyet tudok, az a baj. Ide föl kéne mennem. Van nálam... Ó, jó. Akkor mindjárt lesz még egy. De miért nem volt elég egy, amúgy? Mert akkor 200%-ra feltoljuk. Ja. Mert egy az csak 50% dob rajta. Így, övet. Jaj, mi ez az óriás lag? Ment. Nem, elvileg nekem most nem. Azaz, így most 4-et nyom ki perc. Annyira kell figyelni, hogy a rotor ne fogjon el. Ledobsz akkor a rotorhoz meg a Reinforced Iron Platehez egy-egy tárolót? De a Reinforced Iron Platehez nem tudok, hát... Ja, de nem, mert az a rotorhoz kell. És akkor úgy kirakod egyelőre. Tehát majd amikor a falat megépítjük, akkor szerintem a tárolókat is valahogy majd okotva el... rakjuk, lehet, hogy ott lesz egy ilyen köztes szint. Ilyen kettő magas. Ja, persze. Mert hogy itt van a Reinforced Iron Plate.
Azért onnan a kettőt nehéz lett volna összekötni. Hopp hopp! Mi állította le? Valamit ki kell kapcsolni. Állítsd le a rezet. Az nem kell most. Ezt leveszem, jó? Tessék, menni fog újra mindig. Réz az most úgyis annyi van belőle, mint a nyavajakorság, úgy. Menjen, ilyen szép. Még el is fért mellé. Onnan felvettük a storage-ot. Konténer még elfért mellé. Ja, úgy lehet, hogy az elején nem fért el. Te már raktál bele erre Infostyron plate-et? Vagy a smart plate-et? Mibe? Az elevatorbe. Nem, még nem. Most éppen rotor gyárt a crockbenchbe. Pont jó, mert itt van már elvettek, én is. Csak mind a rotornak csinálom a konténert. Most ez egy wired darátod? Hát most tudsz jobbat. Hát ez a legjobb egyébként ilyenkor, hogyha így nem tudsz mást amúgy darálni, beton. Na így mondjuk nem, így azért elég gyorsan meg lesz. Tele van. És még van nálam tartalékba, úgyhogy... Mi van tele? A smart plating-es assembler. És még van nálam mindegyikből 30-30 darab. Jó, hát mert nálam is van még. Bár igazából ugye meg is van. Mert ugye egyet-egyet. Zajanak. Igazából akkor tudod, mit adok neked munkát? Igen. Tessék. Még meg volt annyi. Pont. Jó, majd megcsinálom, csak nekem majd most lehet, hogy lassan mennem kell, de az izét az bekapcsolva hagyom. Két. Most jönnek majd a Sandrahoz, most ért haza. Bedobom ezt is. Csinált a biomasszát. Miből? Elmentem, azt kivágtam a fákat. Ja. Hát nem néztem. Úristen, mennyi biofuelünk van. És van. Most mindegyiknek tölt, nem? Most mindegyiket feltöltöttem. Jó, mondjuk 124-ek vannak bennük, úgyhogy... Hát a Space Elevator-t még feltöltöm, az biztos. Jó, hát azt megvárom én is akkor. Meg hát a izet az bekapcsolva hagyhatunk a játékot, ha te még igazán. Akkor megyek én is, hát most egyedül itt nem vizélek. Jaj ne! Megint túlugrottam.
láttam, hogy itt van ez a 120-as bánya. Szerintem az lesz amúgy, hogyha megcsináljuk majd az emeletet, akkor ezt a rotort, meg az iron plate-et, reinforced-at, tehát itt hagyjuk. Alul, szerintem erre. Meg nem. Szerintem meg ez pont, hogy fordítva kéne, alul kéne a raktárat megcsinálni, és fölülre a gyárakat minél fölfele. Azt akartam mondani, hogy úgy, én úgy gondoltam, hogy megcsináljuk a földszinten az alap nyersanyagokat, ezeket így hagyjuk, mert úgy van beállítva most a hub, hogy 2,5 magas, tehát és 4 magas lesz egy szint, és akkor csinálunk egy 2 magas szintet, amiben csak a konténerekre mennek be. Igen. Igen. És akkor? És akkor ugye az alapnyersanyagok itt vannak, és utána föntre csinálunk egy smart platinges gyártósort automatizálva, amit meg ebből a nem használt bányából fogunk fenntartani. Ami itt van oldalt. Mert ebből föl tudom vinni szépen a izét, és akkor a második szinten az lesz az elején. Mert utána úgyis arra kell, hogyha megvan ez a izé, nem tudom, te raktál be azóta már pedig? Ezért nem jó, nagyon lassan jön a rod. Hova? A csavargyártóhoz. Azért, mert az felesbe van. Ez 100%-on van. És éppen, hogy nem is ér ide a rod, mikor az elhasználja. Akkor azért, mert ezt meg kell fordítani majd. Nem. Föl kell gyorsítani MK2-re és kész. Nem az a baj, hanem hogy nem megy el addig annyi rod. Az a baj, hogy azt elbasztam, hogy a rodot, amit úgy van, hogy ugye az egyik rodos konstruktőrnek a fele, az megy roadként az assemblerbe, és azt elrontottam, mert azt a végén kellett volna kivennem belőle. Tehát ez nem kell ide. Ez. Így, és most elvileg most sokkal több fog arra menni, csak valahogy meg kell csinálnom azt, hogy innen viszont az a 7,5, az meg itt kijöjjön erre. Csak hát igen. Vagy 15-öt gyárt, akkor ide dobunk egy splittert. Ez majdnem fullon van, ebbe sem érkezik a rodja. Ide dobunk egy splittert. Ezt kell bekötni ide. És ez a 15-öt fogja ketté osztani. Ez itt most visszafele megy, Bence. Mi? Ez így jó? Mert az egyik fele ebbe jön, a másik fele meg... Nem jó, vissza. Hát baszod! Mi nem jó? De nem ezzel kell van a baj, hanem a túloldalon a csavargyártásnál ezekben egy van, vagy egy sincs. Ebből akkor nem jön ki. Meg ebben is csak egy van. Pedig ezeknek így kéne működniük. Akkor, ja nem, itt a baj. Ez van 50%-on, mi? Nem, hát a legelső van 50%-on. De most egyik sincs 50%-on egyébként. Igen, mert most fölúztam. De nem értem amúgy, mert ennek jönnie kéne. Mert ebből kijön 15. Ebből kijön 15, ez itt lefeleződik. Tehát 7,5 megy arra, 7,5 megy arra. Az 22,5, és ez használ 10-et, ez használ 10-et, ez meg 5-öt. Ez itt így akkor se jó, ezt mondom. És azért úgy nem jön ki még pont. Föl kell gyorsítani két szalagot, és akkor gyorsabban fogja elosztani. Ennyi. Mindjárt hozok iron plate-et, aztán fölgyorsítom. Van. Ezt kell,
meg ezt kell. Akkor, hogyha gyorsabban osztja el, ezért gyorsabb lesz maga. Elvileg ez az ág a pályára van. Most így most már jó. Most már 3 Iron Rod van benne, és egyet használ el. Ez a kérdés. És már beérkezett a következő, míg elhasznált egyet. Nem is fogjuk így csinálni most, hanem ezt le is fogom venni. Így. De ez még mindig menjen, nem jó. Menjen az egész most oda, és akkor így most többlet termelés lesz majd a Rodból. Majd mindjárt. Csavarnál többlettermelés lesz a rodból. Szerintem nem jól van szétszedve, de mindegy. Majd most, hát basszus, várni kell még vele. Biztos, hogy jól van szétszedve, ez 30 rodot nyom ki magából, és az egész csavargyárnak 25 kell. Most ez folyamatosan ennek itt mennie kell. Pont az a lényeg, hogy nem telhet meg. Tehát ha mindent 100%-os kihasználtságban használsz, akkor nem telhet meg. Oké, de ebben például egyesével jön. Jó, de nem áll le a gyártás. De az előbb állt a gyártás. Előbb, amikor kettő voltam. Ebben 100 van, de aztán lehet, hogy meg is tölt. És a csavar is lassan jön a rotorhoz. Amit nem értek, mert a futószalagon meg áll a csavar. Mert 100-on, maxon van, nem? Nem, most lett maxon. Az előbb állt az egész gép. Nem ér ide annyi idő alatt a 25 csavar, mint amennyi idő alatt megcsinálja a rotort. Most megáll az egész. Csak ezt, elég csak ezt, nem kell többet. Csak ezt. Mert a futószalagon halmozódik azért a csavar. Azt kell érni, hogy 50 csavar legyen, mire rotort legyártja. Megvan. Most jó. Jó, megvan amúgy az 50... Megvan? Akkor megyek, azt lőjük el. Lőjük el az űrhajót, aztán... Akkor ez ma ilyen rövidebb live volt. Még lehet, hogy majd este visszajövök Árkkal, mert én holnap ugye szabadnapos vagyok. Jó van. Ó, de bőven megvan. Itt vagy? Nem, várjál. Mindjárt fönn vagyok. Nem látod a kis bogyómat? Nem, azt nézem. Hát gyere fel a Space Elevatorhez, vagy itt vagy? Mehet? Na, engedem, már mindjárt küldöm. Nekem nem jelzi, hogy engeded. Most küldtem el. És kilövés, mint egy nagy csúzlit. Hát cak! Olyan. Na, azt meg lehet nézni, a 10-5-6-ot most még úgyse fogjuk kinyitni. Mit nyitott ki? All Power-t, az a következő, a fejből ki. A Senet. Senet, jó. Azt fel is rakom mindent, ami megvan, de az meg is van igazából. Úgyhogy majd akkor ezzel folytatjuk, srácok, a legközelebb. Akkor még nem lesz szén. Majd a legközelebbi adásban lesz szén. A legközelebbi adásnak az lesz az izéje, mert... Addig mi itt szépen összerakjuk a gyárat és felépítjük. Persze, persze, az meg lesz csinálva. Második szintig el fogunk jutni a következő részig. Tehát egy tároló szint lesz meg, amit elkezdünk építeni utána. Jó, srácok. Na. Legyetek jók. Szevasztok.